Szeptember végét írunk, itt vagyunk negyedik alkalommal már dr. Andis Tamás tenisz emlékverseny, és azt hiszem, amikor itt feljön ide az MLV-n az ember, akkor repes a szíve, boldog, hiszen minden teniszpályát foglalt. Nagyon szépen köszönöm a kérdésedet, Robi. Örömmel tölti el tényleg a szívünket, hogy azt a célkitűzést, amit elindítottunk itt 5 évvel ezelőtt, ezt a folyamatot tudjuk tartani, tudjuk fejleszteni, és remélem mindenki megelégedésére tudunk olyan szolgáltatást nyújtani itt a Késmárk utcai Szavária Teniszklub centrumában, aki mindenkinek megfelel. Most már esti órákban is lehet játszani, illetve már így van, nem csak ebben a szezonban, már több éve. Meglátszik ez a foglalásokon? Tehát kihasználják az emberek azt, hogy sötétedés után is van lehetőség ezeken a kiváló pályákon játszani? Igen, azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Még ez az időszak nem igazán jött el, főleg ez az októberre fog tendálni, hiszen akkor már sokkal korábban sötét van, 5 óra, fél 6 körül is a villanyfényt használnunk kell, de egyértelműen a válaszom igen. Az emberek szeretnek mozogni, szeretnek teniszezni, és ez egy jó dolog. Lassan véget ér a kinti tenisz szezon. Hogyan lehet értékelni a Szavária Teniszklubnak a versenyszezonját férfiak, illetve a hölgyek esetében? Mint már korábban is mondtam, úgy érzem, hogy ez a folyamat, ez a fejlődés, ez permanens itt a klubon belül. Tényleg nagyon sokan jönnek teniszezni, aminek nagyon örülünk, de amit szeretnék kiemelni, az mindenképpen az utánpótlás korú fiatalságnak a teniszbe történő bevonása, hiszen rengeteg fiatalkorú klubtagunk van, és azt gondolom, hogy az edzőink, akik mind szakképesített edzők, nagyon jól bánnak a gyerekekkel. Ami egy kicsit még hiányt érvez, illetve hiányérzetem van, az a versenysport szintje. Kevesen kezdik el a versenysportot a teniszben, azonban a tömegsport része, tömegsportbázisa nagyon nagy. Szerényen elhallgatott, de hát voltak itt tenisztáborok, zajlik, illetve jelenleg is, illetve nem is jelenleg, hanem szinte mindig délutánonként vannak a tenisziskolának foglalkozásai. Ez is mind népszerűsíti a Szavária Teniszklubot, illetve magát a sportágat. Hál' Istennek, hogy a teniszszövetséggel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és egyre több felkérés kapunk tőlük a versenyek megrendezésére. Idén is indítottunk egy tenisz trofival, ami nagyon-nagyon jó hangulatú versenyre sikeredett, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Az ország minden részéből voltak itt versenyző szülők, edző kollégák, illetve az Asbot Butor emlékversenyt is megrendeztük ugyanilyen színvonalon, ugyanilyen elégedettséggel visszajelzések alapján, és ami nagyon fontos, hogy jövőre felkértek minket felnőtt verseny rendezésére is, úgyhogy állunk előbb, és egy újabb kihívás számunkra. Köszönjük, és további sok sikert nektek! Köszönöm szépen!